Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntjük a Nagyatádi Televízió kedves nézőit. Köszöntjük az operatőr urat, akit önök nem láthatnak, és Herman Dávidot itt velem szemben. Ő készíti a riportot velem. Köszönöm szépen. Jó, tehát egy közel 60 éves pályafutás, több mint... Nevezzük csak 55-nek. Nevezzük 55-nek. Kezd előről. Ez nem lenne benne, de... Jó. Jó. 55 éves pályafutás, majdnem 500 dal a repertoárban. Mi az, ami még továbbra is viszi előre, mi inspirálja? Hát az is sok minden inspirál. Ez a másfél éves kényszer szünet, ez szerintem mindenkinek kivette egy kicsit az erejét, az önbizalmunk egy kicsit megcsappant. Most kezdődik a hangpróba a színpadon. Nem probléma, a mikrofon kiszűri, akkor kezdjük el. Ja, jó, jó, igen. Szóval ez annyit jelent, hogy mik a terveim? Vannak terveim persze bőségesen. Szeretnék új dalokat énekelni, új szövegekkel. És annyi, olyan sok dalom van, amit soha senki nem hallott, az 500 valahány dalból, repertoárból. Rengeteg dal tudnék énekelni azok számára, akik nem ismerik a repertoáromat. Tervünk mindig van a másfél éves kényszerszünet, vagy közel két évi kényszerszünet. Egy kicsit megtépázta az önbizalmunkat, a kedvünket, de azért kezdünk most már lassan szépen helyreállni. Mi az, ami ennyi több évtizedi munka után még mindig viszi előre, és még mindig adj új energiát? Igen, azon gondolkodtam valamelyik nap, hogy énekeltem én otthon egyedül magamnak, de egészen más otthon egyedül énekelgetni, mint a közönséggel megosztani. Szóval végül is ez egy társasjáték. Ez egy olyan komoly társasjáték, amit a sportolók is nagyon hiányoltak az olimpia idején szerintem, mert közönség nélkül egy kicsit elveszettek vagyunk. Ez körülbelül olyan, mintha egy autónak megkapnánk a szélvédőjét és semmi egyebet, hiába kilátunk rajta, de mégsem ugyanaz. Kell a közönség, kell ez az érzés, kell az utazás, az, hogy amikor mondják, hogy most jövünk Nagyatádra, akkor az minket boldoggá tesz, akár hiszi, akár nem, de bocsánat, ha letegezem, akár hiszed, akár nem. Mindennyiunkat fölvillanyoz, a billentyűsünk például Csíksomjóról jött, és reggel 9-10 óra körül érkezett meg, és mondta, hogy neki ez most ez a távolság, ez semmi, de ezt szeretjük. Van, aki szereti, és azért marad ezen a pályán ilyen sokáig, van, aki nem bírja, és ez hamarabban hagyja az egész pályát, mert egyszerűen nincs hozzá türelme. Nekünk van türelmünk, szeretünk így az emberekkel együtt lenni, szeretem az embereket, és magát a zenélést, mert a zene az szerintem egy nagyon-nagyon szórakoztató dolog, és az a véleményem, hogy aki nagyon sokat plébekel, nyilván vannak esetek, amikor plébekelni kell, például televízióban, ha nincs rá idő, de az éneklés maga a zenélés, az aktív zenélés, aktív éneklés, az szórakoztató. Ha azt elveszíteni, arról lemondani, az szerintem egy nagyon nagy könnyelműség, hiszen mi hozott minket erre a pályára? A zene szeretete, a közös éneklés, az emberekkel való beszélgetés, az utazások. Nálunk a családomban van egy bátyám, van egy húgom, azt szoktam mondani, hogy mind a ketten jobb füllel rendelkeznek, jobb zenei memóriával. Van egy Kovács Kati unoka húgom is, aki mindent elsőre megjegyez, el tud énekelni, és mégsem tudtam őket rábeszélni erre a pályára, mert azt mondták, hogy az, hogy minden nap máshol vagy, minden nap esetleg későn kezd, nem tudod megmondani, hogy holnap mit csinálsz, hány óra körül, az nem nekem való. Én szeretem a nyugodt életet, mondták a családtagjaim, és minket az vonz. Úgyhogy az unokahúgom elment inkább tanítani, elvégezte a TF-et, és nagyon boldog. Mi az elmúlt évetek a tapasztalat, hogy mik azok a dolog, amikre a közönség jobban ráharap? Nagyon érdekes, hogy én azért elég széles sávban énekeltem, tehát a spirituáléktól kezdve, és a tehetségkutató versenyen még jazz dalokat énekeltem, a jazz tanszakra is fölvettek annak idején, és hogy mi az, amit mit kérdeztél? Hogy mik azok a dolgok, amelyekre a... Ja igen, azt akartam mondani, hogy furcsa módon nyilván nem várhatjuk el a közönségtől, hogy ugyanazon a szinten szeressék a zenét, ahol mi, mert azért mi is fejlődünk. Tehát egy kicsit cizelláltabb lesz a repertoárunk, szeretjük a nehéz dalokat, én legalábbis mindig szerettem, és általában a fesztiválokon ilyenekkel nyertem, nagyon nehéz dalokkal. De furcsa módon mégis a lírai dalok, amelyeknek a szövege megérinti az embereket, azok maradtak meg igazán az emberek emlékezetében, és szeretik azokat, amit velünk énekelhetnek. Családban felnőtt gyerekek, vagy hamasarcú kisgyerek, vagy régi ház körül hullahó a kéklőhegyeken, vagy ilyen kiabálós, mint a rock and roller, stb. Stb. Szóval egy-két kivételtől eltekintve az emberek a romantikusabb, meditatívabb dalokat jobban szeretik és szívesebben hallgatják, mint a nagyon üvöltős heavy metal jellegű dalaimat.